Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelve rendezte meg a Kárpát-kupát a Nyíregyházi Tekke Klub. A hazaiak két csapata mellett a nyíregyházi amatőrválogatott és az állandó vendégnek számító szlovákiai nagysáros együttese lépett dobóállásba. A kupa hagyományaihoz híven négy fős csapatok versenyeztek egymással. Maga a verseny az jól sikerült, jó hangulatban zajlottak a mérkőzések, azonban a végső sikert nem sikerült a Nyíregyházi Teke klubnak megszereznie, ugyanis 12 fával csupán, de a lelkisárési csapat ismételten elhódította a Kárpát-kupát előlünk. Nem meglepő, mert ők még most is edzésben vannak, folyamatosan játszanak, még jó magunknak már azt lehet, hogy hetek óta nincsenek edzések. Igazából mi nekünk ez már csak egy levezető összejövetelnek volt számva, de annál fontosabb volt minden képpen, hogy a sportbaráti kapcsolatokat ápoljuk, és azt lehet mondani, hogy a folytatás az igencsak jól sikerült. Mindenki elégedetten távozhatott Nyíregyházáról, illetve mi is nagyon elégedettek voltunk magával a rendezvénnyel. Egyéniben sem született nyíregyházi siker, itt is egy szlovák, a Rohár Tomás 587 fával diadalmoskodni tudott, míg mellette a másik helyen a Hakke Dezső 572 fája, illetve jó magamnak az 562 fája fért fel még a dobogóra. A nyíregyháziak vasárnap három csapattal képviselték magukat a Hajdukupán, amelynek bevételével egy fiatal debreceni tekéző gyógykezelés is segítik majd. Az első helyet sikerült elhoznunk a Fehér Béla, Hakker Dezső, Szegő Levente, illetve a Finta Zoltán négyesnek, és hozzáteszem, hogy voltak nagyszerű eredmények. Béla is az 598 fával már csikolta, azt lehet mondani, a 600-as szériát, és egyéniben is a Fehér Béla harmadik helyen végzett, úgyhogy mindenképpen elégedettek lehetünk, és úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy örömmel mentünk el Debrecenbe, hogy segítsünk a Dudás Dávid gyógyulásában. A nyíregyháziakra még egy verseny vár a nyári szünet előtt, június 22-én Nagysároson szerepelnek majd a város sportéletének századik születésnapját ünneplő rendezvényen.